Na, hát, sziasztok, én Alex vagyok, és hát ö, elérkezett ez a idő is, hogy végre rakjak fel egy videót, mert hát kb. két hónapja nem volt videó, hanem több. Ö, meg is vannak az indokaim, hogy pontosan miért nem volt, és fogom mondani ebbe a videóba, hogy miért nem volt, és igazából több dolgokról is fogok beszélni. Szóval, először is azért nem voltam sehol, azaz eltűntem, inkább így fogalmazom. Mert ö, a, nyár vé, a nyár eleje fele, majd a nyár előtt, szóval egy olyan, nem tudom, 7 hét, 7 ugye én bekerültem az új osztályba Magyarországon, és kitalálták, hogy nekem össze kell szednem a jegyeket, a minimum jegyszámot, ugye, hogy én bekerüljek majd jövőre a 9. osztályba, és ezt nekem meg kellett tennem 6-7 alatt. Szóval eléggé vicces volt, és azért se volt időm. Szóval így az elég még volt időm, de aztán, mikor már tényleg így bele kellett volna annom mindent, hogy meglegyen év végére az a 47 jegy. Szóval úgy képzeljétek el, hogy 6 hét alatt 47 jegyet össze kellett szereznem, ami lehet nem hangzik soknak, de szerintem eléggé sok. Aztán miután a nyár elkezdődött, ugye inkább ö, élveztem, hogy vége nyár van, végre Magyarországon vagyok, ezért se volt egy hónapig videó, ö, amióta elkezdődött ugye, a nyár. Szóval ezért is sajnálom, meg azért se volt nagyon szerver. Ugye sok ember kérdezte, hogy mi lesz a HUB-bal, ezt is akarom elmondani, hogy pontosan mi is lesz vele. Ö, nagyon egyszerű, aki játszott régen, 2015-ben, majd 2016-ban a szerveren, akkor tudja, hogy ö, maga csak a Silver Club volt akkor. Na, ezt ugyanúgy vissza akarjuk hozni, hogy csak a Silver Club lesz, és és akkor úgy ö, benne lesz a shub meg a skype PvP, meg egyéb dolgok, amiket ö, kitalálunk. Ugye azért se akarjuk maga a funhub mint régen, úgymond, mert fölöslegesnek találtuk, hogy igazából ott van nem tudom hány szerver, és akkor játszanak egy-kettőn. Ezt simán meg lehet úgy oldani, hogy van egy darab szerver, és akkor játszanak azon igazából, és ugyanazok megtalálhatóak. Ugye, IP meg ezek még ö, nem adtam senkinek meg igazából. A oldalon majd ki lesz írva, szóval mindenki kövesse be az oldalt, ott leírásban megtalálható. És akkor ott majd napokon belül ö, ki lesz írva ugye az új IP, és akkor lehet újra játszani. Igazából minden megmarad, szóval semmi probléma nem lesz. Ugye a Sav sziget az még nem lesz elérhető, az egy, egy hét után legalább, ö, hogy miért tesztelünk mindent, ugye, mert az lesz viszont jó minden játékosnak, hogy a szívek pénzzel tudnak majd vásárolni a Sapszigeten is, ezért meg kell változtatni az árakat a piacon, meg minden, de ezt majd meglátjátok, mikor kész lesz és meg fogjátok érteni, hogy pontosan miért is kellett egy hetet várni. Csatornával kapcsolatban, hogy mi lesz a jövője, azt igazából én úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha új játékot bevezetnék a csatornára. Itt ö, egyben tudtok szavazni, hogy mi a véleményetek erről. Ugye ez a Call of Duty Black Ops 3, ö, pontosabban a zombi ö, azon belül. Ugye azon játszottam mostanában, ami igazából eléggé megtetszett. Régóta szerettem a zombiát, a zombit már, itt a Call of Duty-nek. Ami nagyon meglepett igazából, hogy amióta elhagytam, két hónap alatt jött 200 feliratkozó, amit nem tudom, hogy köszönjek meg, hogy így komolyan 200 feliratkozót, nem tudom, hogy gyűjtöttem. Szóval aki jutózik, nem tud ö, 200 feliratkozót összegyűjteni két hónap alatt. Én meg nem is hoztam, és úgy összehoztam ennyit. Szóval eléggé durva. Viszont pontosabban nem tudom, hogy mikor lesznek videók és mikor nem, mert nem tudom mikor megyek el és mikor nem. Szóval szerintem ezen a héten lesznek videók, mert ezen a héten ráérek. Jövő hét az, hát azt, azt nem tudom még, azt, azt meglátjuk. De videóban vagy live-ban biztos mondani fogom, hogy ráérke vagy sem. De igazából rám írtak Facebookon, akkor ott is meg tudtak információkat, nyugodtan lehet engem úgy van zaklatni. Na mindegy, köszönöm mindenkinek a türelmét, és megértését, aki megértette, hogy pontosabban mi miért volt. Ez a videó már igazából kellett, előbb meg kellett volna csinálnom, csak hát még lázas is lettem az elmúlt napokban, ne kérdezzétek, hogy. Na mindegy, akkor ennyi lett volna ez a videó, majd akkor jelentkezek még egy videóval, hogy megnyitotta a szerverem. és akkor majd ott találkozunk. Na, hát akkor sziasztok! So don't let them steal your light. Hey, 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 hey. Don't let them break your stride.